Az újvárosi óvoda vendégei voltak azok a török és lengyel pedagógusok, akik a három ország együttműködésében valósítják meg a kultúrák közös megismertetését az óvodásokkal. A projekt keretében egymás nyelvét, szokásait, játékait és táncait is megtanulják az óvisok. A projekt elsősorban céljául tűzte ki, hogy a régi gyermekjátékoknak a személyiségfejlesztő hatását és a mai kor gyerekjátékainak, illetve azoknak az internetes játékoknak, televíziónak a személyiségfejlesztő vagy éppen gátló hatását veti össze. Tehát erről szól a projektünk. Most ezen a találkozón már egy folyamatot szeretnénk bemutatni, tehát itt már eredményeket fogunk bemutatni. Az elmúlt időszakban megtanultak a gyerekek, tehát az óvodások is, megtanultak, és az óvodapedagógusok is 3-3 rendjel gyermekdalt, török gyerekdal tanultak meg, nagyon sok játékot, tehát szerepjátékot és szabályjátékot, amit majd most bemutatunk nekik. Sőt, csütörtökön lesz egy olyan projektnap, amikor a pedagógusok tanulják meg ezeket a játékokat, hogy kint, amikor hazamennek, Lengyelországban és Törökországban meg tudják tanítani az otthoni gyerekeket erre a játékra, illetve hát az én kolléganőim is meg tudják azokat tanulni, amiket hát a partnerek hoztak most el magukkal. A projekt pályázati támogatással valósul meg összesen 6 millió forintból, ez arányosan osztik el a három óvoda között. A török gyerekek már megtanulták a rongybaba készítést és a kőketáncot is. Elsősorban azért csatlakoztunk a projekthez, hogy meg tudjuk ismerni más kultúrák szokásait, és kíváncsiak vagyunk a más népek gyermekjátékaira és dalaira. Ez a projekt témája. A projekt eredményeként azt várjuk, hogy a játékokat és a dalokat a magyar, lengyel és török gyerekek egyaránt megismerik. Gyerekek és a óvónők, akik aztán évekig tovább tudják tanítani a gyerekeknek ezt a tudást, és végül, de nem utolsó sorban barátságok is születnek, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolognak tartják. A lengyel óvodásoknak magyar táncokat tanítottak, és lengyel, magyar, török háromnyelvű kis szótárat is készítettek. Azt szeretnénk elérni, hogy a gyerekeink a más országok és nemzetek kultúráját ismerik meg. Más cél az, hogy a gyerekeink tudják, hogy nyíltak legyenek más kultúrákra, más emberekre, hogy tudják, hogy mások is vannak, más szokások, más szertartások. Tudjanak ezt értékelni és fogadni, hogy van ilyen és olyan ember, és együtt kell élnünk. Az óvodánkban alakult egy énekkar, amely a pedagógusokból és gyerekekből áll. És a gyerekek és tanárok megtanultak magyar és török dalokat. Azokat megtanultak, nagyon szépen énekelnek. Valamelyik rendezvényen azokat bemutatták. Nagy bemutatás volt azon a rendezvényen, amikor a legidősebb óvodásokat búcsúztatták. Azt a szülők részvételével történt, mindenkinek nagyon tetszett, mindenki csodálták. Mind a két nyelv érdekes lengyel gyerekek számára, magyar nyelv és török nyelv. A gyerekeink megtanultak csárdást táncolni, a csárdás magyar népi tánc lépéseit. Megismerkedtek a magyar konyha legjellegzetesebb ételeivel, és összeállítottak egy magyar, török, lengyel szótárt, az alapján a gyerekek tanulnak ilyen gyerekszinten magyar, török és török szavakat. A 2 éves nemzetközi projekt még 1 éven keresztül zajlik a három országban.